Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, jöjjön a Gauss bemutató. Nagyon csendben voltam vele kapcsolatban, amikor néztem a livestreameket, ugye a Digital Extreme-nél. Vártam, hogy rátehessem a kezemet, és hogy hát lássuk, milyen koncepció igazából ez a Warframe. Annyit el lehet mondani róla, hogy az egész, ahogy meg van csinálva, a sebesség köré van téve, tehát az, hogy egy folyamatos mozgásban légy és gyors mozgásban a képessége és annak, hogy is mondjam, helyes, pozitív működése abban rejlik, hogy ezzel a Warframe-el folyamatosan mozgásban vagy és gyors mozgásban vagy. A probléma ezzel az, hogy a Warframe pálya struktúrája, leszámítva Fortunát, illetve Cetus, pálya struktúrája nem feltétlenül engedi meg azt, hogy egy ilyen Warframe, mint a Gauss, az ki teljesedjen. Hogyha Fortunára, illetve Cetusra kerül a sor, akkor pedig mondhatnám, hogy nincs annyi enemy, hogy eme Warframe érdeklődését fenntartsa, ami a sebesség. Hely az van futni, de viszont az enemik, amikbe belefutnál ezeken a helyeken, nem olyan mennyiségben fordulnak elő. Ezért is látni fogjátok a végén, hogy egy másik útját választottam a modolásnak, azt hiszem, mint amit a legtöbben esetleg elvárnának, vagy elvárnak attól, hogy ez a Warframe modolva legyen, vagy amit súg ez a Warframe leginkább, hogy hogyan moduljuk. Egy kicsit tán-tán ellentétes irányba indultam el velem. Itt most rögtön az elején még elmondom, hogy elég jól balanszolt a Warframe, azt hiszem, nagyon jó csapatjátékos, nekem úgy tűnt föl, leginkább most, amíg használtam, amíg tesztelgettem, mindig csapatban voltam, és nagyon hasznos csapatjátékosnak tűnt, legalábbis az én modolásom annak tűnt. Nem feltétlenül fogom használni szóló küldetésekre, illetve, hogyha valaki megkérdezi, hogy ilyen speedrunokra vagy ilyesmire érdemes-e használni, ízlése válogatja, nekem úgy tűnik, hogy ez a speed boost, igen, gyorsaságot kapsz tőle, de inkább egy ilyen placebo hatása van, szóval egy ilyen illúzió az a speed boost. Cetuson egy Nova kapukkal még mindig gyorsabb tud lenni, mint a Gauss végigfutva azokhoz a bizonyos feladatokhoz. Szóval gyors is, de inkább egy illúzió az a gyorsaság, nekem úgy tűnik. Szóval egy nagyon ügyes Warframe-es egész jó lépést tud vele tartani. Nem mondom, hogy kifejezetten, tehát nem rossz Warframe, jó Warframe, de azt hiszem, hogy van egy olyan érzésem, hogy gyorsan feledésbe fog merülni, és egy ilyen kis rétegű játékos lesz, aki esetleg nagyon meg fogja szeretni ezt a Warframe-et, mert azért szerethető annak, aki használja, az rájön a gyengeségeire és erősségeire, és lesznek kemény védelmezői minden bizonnyal ennek a Warframe-nek. Nos, első képesség, hölgyeim és uraim, azt el kell mondjam, passzív, shielded gyorsabban fog újra töltődni, 80%-kal gyorsabban, hogyha az elemed, ott a kis izé, ott a jobb alsó sarokban fel van töltődve, akkor gyorsabban töltődik a shielded. Ez egy igen pozitív hatás, sokáig csak úgy futtattam, hogy ilyen redirection-nel, de a Warframe nagyon-nagyon büntetően bánik, hogyha nincsen bent egy Vitality-d, úgyhogy végül lecseréltem a Redirection-t egy Vitality-ra, hogy még egy kicsit tovább életben mondjuk, hogyha egy gázprokkot kapok, egy slash, vagy egy tűz, vagy valami ilyesmit, ami az életet vonja le helyből. Na most, első képesség, a matchrush névre hallgat, semmi nagyon extra, felgyorsulsz, hogyha lelőnva tartod, akkor folyamatosan gyorsulsz, és mész gyorsan, ha nekiütközöl valaminek, eneminek, tárgynak, kőnek, anyám kínjának, akkor egy ilyen robbanáshoz létre ellőki magától az enemiket, és egy bizonyos, egész jó levelig meg is tudja őket ölni. De maga a képesség azért hasznos, tehát én azért látom hasznosnak, mert az enemik nehezen találnak el, nehezen követnek le,
és nagyban hozzásegít az egyes képesség ennek a warframe-nek a túléléséhez, mire ugye az AI reakcióba lép, hogy mennyire gyors ez a warframe, aközben már a többi képességgel ki tudod magad húzni a csávából, és ez az egyes képesség az egyik legnagyobb túlélő ereje ennek a warframe-nek. Második képesség Kinetic Planting névre hallgat, ez lenne a védelme a Gaussnak több-kevesebb sikerrel, és mint mondtam hogy az elején, hogy a mozgásban maradás az, ami segít a Gaussnak a képességében, és itt is minél jobban fel van töltve az az elem, annál erősebb védelmet fog tudni adni a Gauss / Puncture Impact Cold Hit Blast Damage ellen tulajdonképpen, és ahogy haladsz, úgy kapsz védelmet, minél jobban fel van töltve ez az elem, annál jobban fogsz kapni védelmet. Na most ezt a képességet azért rakták be, hogy a Gauss egy kicsit túlélőbb legyen, de én úgy voltam vele, hogy kiváltom ezt a képességet, és nem fogom használni, és kiváltom ezt egy moddal, és meglátjuk, hogy működik, egyelőre beválni látszik. Thermal Thunder, a harmadik képesség. Na most úgy vélem, hogy ez a legesleg hasznosabb képessége Gaussnak. Elképesztő tömeg kontroll képesség, nem beszélve arról, kétszer gyorsan lenyomod, lefagyasztja az enemiket, hosszan lenyomva tartott kétszer, akkor pedig felgyújtja az enemiket, és ha a kettő együtt keveredik, akkor blast damage-et fog csinálni, szóval jó képesség. Én magam részéről a fagyasztás része egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rásegít csapatban mindenhol, tömegkontroll, és rég volt egy ilyen warframe, amennyinek ennyire jó a CC képessége, tehát tömegkontroll képessége. Az ultia túltölti ezt az elemet, látni is fogjátok, hogy feltöltődik 100%-ra, és amíg tart ez a túltöltődés, akkor ilyen kis lövedékek jönnek ki Gaussból, és ezek sebesítik az enemit. Na most a számok, a sebzés számok, amiket kiír a játék, amikor ráviszed az egeret az arzenálba, nagyon kecsegtetőek, de a valóság közel sem ennyire jó ebből a szempontból, és azt mondom, hogy alacsonytól közép szintetig ez fun és móka, de annál fentebb konkrétan ez a képesség nek a sebző része az teljesen haszna vehetetlen. Azon kívül az ulti alatt fire rate-et kapsz, reload speed-et, fegyverváltás speed-et és melee attack speed-et kapsz. Mindegyik fantasztikus, csak elfelejtem használni az ultiát, mivel hogy a fegyverek, amik vannak a warframe-ben, gyakorlatilag annyira erősek, illetve vagy annyira gyorsan tüzelnek, hogy nem feltétlenül van szükségem ezekre a bónuszokra, hogy igazán ki tudjam használni az ultiát. Különösebben jól sem néz ki, úgyhogy nem mondhatnám, hogy az a warframe, amire az ember, legalábbis én, nagyon szívesen használom azt az ultit, mert jaj de jó, jaj de gizze is, jaj de erős, valójában nem annyira erős. Ugyanezt el lehet mondani a hármas képességre is. Nagyon szép számokat ír ki, mikor az arzenálba ráviszed az egeret, és úgy néz ki, anyád, ezzel lehet jó kis sebzést kiosztani. Az igazság egy kicsit kiábrándítóbb, azt hiszem, sokat kell killódni, hogy azt a megfelelő nagy sebzés kiad, és ez a nagy sebzés is igazából egy olyan középszintig, vagy level 50-ig mondhatnám azt, hogy így isten igazából hasznos. Utána már csak a tömegszabályozás része a hasznos, de az nagyon. Na jó, ha már itt vagyunk, akkor térjünk rá a modolásra. Mint említettem, a modolással megeshet, hogy némileg ellentétes irányba indultam el, mint amire számítanátok, de teljes mértékben megvan az oka, hogy miért úgy csináltam a dolgokat, ahogy csináltam. Ezt használom a féle fő modolásnak. Mint mondtam, a kettes képességet azt kiváltottam az Adaptation moddal, annyiból
jobbnak találom az adaptation modot, hogy megkapom azt a damage reduction-t, és állandó 90%-ról beszélünk gyakorlatilag, mert sebzés folyamatosan kapsz, ugye? A kettes képességnek pedig folyamatosan mozogni kell ahhoz, hogy fenntartsuk azt a 100%-os sebezhetetlenséget, és időnként leállok, és akkor lemegy az az elem, és így úgy döntöttem, hogy a kettes képesség és adaptation együtt mindenképpen egy hatékony védelmet fog tudni adni. Range-re rámentem. Régen volt a Warframe-en egy olyan kifejezés, hogy push for to win, nyom le a 4-est, hogy nyerjél. Na most én ezt csináltam a Gaussból. Egy push free to win, nyom meg a 3-as képességet, hogy nyerjél. CC. Tömegszabályozásra használom. Mondhatni, hogy úgy véltem felfedezni számomra az én játékstílusomnak, ez felel meg az egyik legjobban, elképesztően jó tömegszabályozni lehet vele, és az új fegyverek, amik bejöttek a Gausshoz, még ki kell modoljam, az új fegyverek, amik kijöttek a Gausshoz, nagyon-nagyon megfelelnek neki, és bármilyen erős fegyver, és a Gauss 3-as képessége elképesztőt ad, elképesztő tömegszabályozással bír. Megeshet Arcane Barrier, Instant Shield visszatöltés, miért ne? Arcane Consequence, mert sose használom, és most használom. Enemy Radar, T-Suite, egyértelmű, hogy miért ezt a kettőt választottam, bármi más lehetne. Megeshet, hogy inkább egy e-féle modolást fogtok látni a legtöbb embertől, vagy valami hasonlót ehhez képest, ez is teljesen megfelel, semmi baj nincs vele, gondolom, de nekem ez az extra range-el valamiért sokkal jobban bejön. Továbbá lootolni is lehet, szóval ki melyiket szereti, igazából halál mindegy, úgy modoltok, ahogy nektek tetszik, én valószínűleg ezt fogom használni, mert ez vált be számomra eddig a legjobban. Sajnos a Shadowplay az tönkretette a rögzítést, amikor visszamentettem volt az utolsó 10 perceket, sok-sok anyagom ment el, újra kellett csinálnom ezt az egész videót emiatt, de level 100-os enemikig disruption módban voltunk, egy haveromnak segítettem kiformulni ezt a frame-et, level 100-os enemikig, tehát az wave 8-9-10, ott már ilyen level 100-os enemik jönnek, a Gauss elképesztő segítség volt, nem estél el, mert egyes képességgel sikerült, 3-as képességet folyamatosan használtam, és egyszerűen feltartotta a pályát, nem beszélve arra, a disruption nem feltartja egy pillanatra a demolitionistet, szóval dupla bónusz, hölgyeim és uraim. Nos, srácok, ez a videó azt hiszem ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam valamennyit segíteni, illetve megérteni ezt a Warframe-et, illetve a nézőpontomat ezzel a Warframe-el kapcsolatban. Tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, nyomd rá a csengőjelecskére, hogy értesítést kapja további videóimról. Discord szerverünk bárki számára elérhető, csatlakozni lehet, link a videó leírásában. Klamba is lehet csatlakozni, link a videó leírásában. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!